Sziasztok srácok, hello! Ez itt az új videó. Remélem már vártátok. Elég sok videót kaptok tőlem, ahogy észrevettétek. Sokkal többet, mint a konkurens motovlog csatornák. De ez csak így margóra. Biztos, mert olyan sok a szabad időm. Ahogy nem srácok, keményen melózok délutánonként, ha tudok, vagy hétvégente motorozok, és szeretem ezt csinálni, szeretek videót vágni, szeretek motorozni, szeretek dumcsizni közbe. Szóval rajta múlna, akkor minden nap lenne új videó, de azért kell egy kis szabad idő is, amikor nem motorozunk a barátnőmmel, hanem csak úgy vagyunk. Szóval így. Szeretem volna megkérdezni tőletek, hogyha fogom cserélni az olajat az Enduróban, vagy esetleg valamit szervizelni rajta, hogy akkor arról szeretnétek a videót látni. Hamarosan esedékes lesz az olajcsere, mindkét crossnál, a barátnőménél is, és az enyémnél is. Ugye övé a 140-es, enyémé a 190-es. Ha érdekelne titeket ilyen olajcsere, esetleg valami kis tuning, bármit is cserélünk a kis motorokon, hogy akkor megnéznétek, lenne rá igény, ha nem, akkor megcsinálom úgy is, hogy nem veszem fel, úgy még sokkal gyorsabban is végzek. Ugye eleve, ha fel akarok venni ilyen videót, akkor arra kicsit rá kell készülni, feltölteni az elemet a GoPro-ba, kivinni az állmányt, felrakni a kamerát, beállítani, látjatok ti is mindent, én is sehol lássak mindent. Utána még helyezgetni, hogy mindenféle nézőpontból lássátok a dolgokat. Szóval azt szerettem volna megkérdezni, hogy szeretnétek-e ilyen kis szerelős videókat, amikor csak így otthon a kertben, vagy az udvaron, szerelgetünk, tuningolunk, elvégezzük kötelező cuccokat, mert akkor erről is kaphatok videót. Amúgy is megcsinálnám szerintem, mert biztosan van, akit érdekel, de így, hogyha látom, hogy ennyien jelentkeztek, vagy kapok valami kis visszajelzést, akkor ez engem is jobban motivál, aztán videókészítésnél. Az első ilyen szerviz a kis Enduróknál az 5 motoróra után volt, ott volt egy olajcsere. És még állítottak, ha jól tudom, ott valamit a szelepeken, vagy valamit állítottak, nem tudom mi az pontosan. Ezt majd utána nézek. És az a lényeg, hogyha megvan az első 5 motoróra, amikor befutatják a motort, akkor utána minden 10 motoróránként van olajcsere. Ja, még annyi, hogy ugye ha nagyon poros a légszűrő, akkor azt érdemes kitakarítani, és mindig tisztán, újszerű állapotban visszajelzni motorra, így motorozás előtt. Mink általában nem nagyon enduroztunk ilyen nagyon poros időkben, szóval nem is annyira koszosodott, porosodott az a légszűrő, se nekem, sem a barátnémnek. Úgyhogy általában kb. Minden harmadik, negyedik ilyen kis endurózás után volt tisztítva a légszűrő, de akkor is szinte minimális volt rajta a por és a kasz. Ez köszönhető annak is amúgy, hogy a légszűrő az nagyon el van rejtve a kis crossokban, így középet a tank mögött, szóval oda még a sár is nagyon nehezen szökik be. Igaz, hogy a por az bejut oda, de nem olyan nagy mértékben, mint hogyha kiállna oldalra. Szóval ez jóval megkönnyíti a munkánkat is. Ezért is nagyon jók ezek a VBB endurók. Ezek a kis VBB crossok, mert nagyon jól el van rendezve a légszűrője. Bár ennek van egy egész nagy hátránya is.
az meg az, hogy nehéz hozzájutni, mivel annyira el van rejtve. Szóval nekem is, mivel elég nagyok a kezeim, így elég nehézkes kiszedni a légszűrőt, de azért mindig sikerül. Na szóval hamarosan, hogyha meg lesz a következő 10 motoróra, akkor elvileg jövök nektek egy olajcserével a kis crossokon, mind a kettőn le fogom cserélni egyszerre. Általában csak együtt motorozunk a crossokon a barátnőmmel, szóval kb. Egyszerre megyünk rá az összes motorórát a motorokra. Így ugyanakkor vannak a szervizek is, hál' Istennek. Szóval mindent egyszerre kell csinálni a két kis motoron. Esetleg még írjátok meg kommentben, hogy kinek van közületek Androidja, vagy kinek van közületek Rossza. Kíváncsi lennék, hogy esetleg ti hogyan csináljátok a szervizeket, ki mit cserél rajta, hány vagy mennyi motoróránként csináltok valamit a motorokon. Erre nagyon kíváncsi lennék, esetleg ha tudtok valamit tippet adni nekünk, akkor nyugodtan írjátok meg kommentben. Mi se vagyunk motorszerelők, szóval minden kis ilyen trükkre kíváncsi lennék. És szívesen fogadok bármilyen tanácsot tőletek is, főleg olyanoktól, akik már régen voltam enduroznak, vagy valamilyen komolyabb crossuk is van, így nagyobb, 450-es vagy 350-es. Milyen jó itt az új beton. Sokkal jobban megy rajta a motor, mint a elcseszett utakon. Csak az a baj, hogy általában ilyen szakaszonként újítják fel. Szóval van egy nagyon jó szakasz, utána jön egy nagyon rossz szakasz. Szóval, no comment. Na srácok, ennyi lett volna már ez a kis videó. Remélem, hogy tetszett. Nem volt valami extra tartalmas, de kíváncsi voltam erre, hogy mit szóltok. Főleg arra, hogy legyenek-e ilyen típusú videók, ilyen szervizesek. Szeretnétek-e látni ilyet? Ugye már egyszer volt erről videó, amikor cseréltem a barátnőmnek a kuplunkarját. Ugye neki el volt törle, miután elesett a motorról. Kis crosson, arról volt is egy videó, amikor kicseréltem rajta. Még ugye akkor szereltem fel az enyémre is a kézvédőket. Pont most vágom úgy nektek a magas tátrai kirándulásunkat is. Ott sikerült felvenni ilyen 3 órányi GoPro anyagot. Szóval amikor beraktam az egészet a Sony Vegasba, na mondom, egyszer el leszek egy darabig. De nem motorokkal mentünk, mert valami egy hétig ott kirándultunk, és eléggé messze is volt. Sőt, még esett is odafele aznap, amikor mentünk, szóval nem tudtunk menni motoron, hanem kocsival mentünk. De így is egy nagyon-nagyon jó kirándulás volt, srácok. Magas Tátra az egy gyönyörű hely nálunk. Remélem, ti is kíváncsiakodtok arra a videóra. Nagyon jó kis vlog videó készültek ott. Felkameráztam mindent, amit csak láttam, minden szépséges helyet. Jönnek a kontentek 1000-rel, csak meg kell vágni mindent. Most is van jelenleg ilyen 5-6, vagy azt hiszem 7 motovlog van, amit én meg kell vágni. Plusz meg itt van a mai, holnap is lesz 2. Hú, srácok, annyi videó lesz, hogy még a fele is sok. Na de, ez lett volna mára. Remélem, hogy tetszett a videó. Ha igen, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Ha még nem tettétek meg, persze, dobjatok rá egy nagyon-nagyon-nagyon nagy lájkot. A diszlájkolóknak meg... inkább nem mondok semmit. Na szóval találkozunk legközelebb. Sziasztok!